történetünk lényege. Gyönyörű ez az őszi erdő. És hát bizony az első világháborús emlékek bejárása ebben az őszi időben kicsit visszaidézi azt, amikor a katonák tavasszal rettentő sok esődés következtében térdig, derékig gyalogoltak a sárban, vízben. Hiszen egy kemény élet lehetett az. Négy telet ráadásul itt eltölteni, holott itt az októberi hulló levelek havában majd meg fagyunk és fagyoskodunk, vagy fagyos szenteskedünk lassacskán. Ember próbáló feladat lehetett itt háborúzni. Erdőben sétálva, akár egy érdekes játékot, úgy mint a geocaching, vagy hogyan manóba kell kiejteni dolgot is lehetne játszani. Hogyha a geocaching nem egy ládára irányulna, hanem a B betű feltételezéseiből inkább egy bombára. Az első világháborúban föl nem robbant bombák, azért az évek, évtizedek, vagy akár az elmúlt 100 év során szépen lassan ismét a felszínre vetődnek, és ezeknek az elképzelhető megtalált helyeit, ott, hogyha jobban belenéztek a képenbe, akkor látható, hogy az erdőbe befelé való jelzésekkel jelzik. A tárgyat már nem találtuk meg, amit lehet az avar, lehet az, hogy kimártak a tűzszerészek. Minden esetre ebben a zónában mindenhol lehet ilyen jellegű jelzést találni. A feltételezés pedig például az fa alatt lévő robbanásnyomból is következtethet, hogy itt bizony hajdanában voltak robbanások bőven. Lövészárok, lövészárok hátán. És imhol, az erdőben valahol, ahol direkt nem mondok sem koordinátákat, se semmi mást, található egy lyuk is. Elmondás alapján még senki nem kutakodott benne az elmúlt esztendőkben, még akár önjelölt kutatók sem. Természetesen tilos is, épp ezért nem mondok hozzá helyszínt. Hát mi is, azon kívül, hogy belekamerázunk egy kicsit, kihagyjuk ennek a járatnak a felderítését. És ennyi. Ez pedig lőn egy tipikus fedezék. Teteje ugyan már nincs meg, de azért a lőállásukból még nagyon szépen ki lehet karistolni. Lézepásban járunk, a közösségi házban egy időszakosan megrendezett fotókiállítást tekintünk meg. Az első fotóval próbáltam felvezetni a kiállítást. Ez a 2016-os január-februári állását tükrözte volna a falunak, illetve az a fölötti vízvételező helyet a katonák részéről. A most megjelenített kép, hogyha hajlandó nem visszatükröződni, akkor láthatjátok a falu egyetlen gyakorlatilag utcájának a régi felvételét, és végigvezetlek meneteket kicsit távolabbról azon a fotósorozaton, amely itt ebben a közösségi házban be van rendezve. Gyakorlatilag a háború közvetlen befejezése és az újjáépítés első momentumai látszódnak a fekete-fehér archív felvételeken. Gazdag egy tárlat. Fényképügyileg. Témaügyileg annál keservesebb a dolog. Egy éppen maradt fa, egy éppen maradt épület, templom, semmi nem látszik a képeken. Tulajdonképpen a beomlott alagutak, ez volt ugyebár a háború azon történelmi helyszíne, ahol leginkább egymás alá fúrtak alagutakat az egymással szemben álló felek, és megpróbálták egymást felrobbantani. Ennek a képét mutatom most nektek, a megmaradt krátert, ahogy beereszkedik kettő darab katona. Az a vízfolt, az a több emeletnyi mély kráterben megállt víz,
És a következő képen kicsit, hogyha belehúzok, akkor ott van az a kráter sorozat, amelyik akár egy alagút hosszanti vonulatát is képes visszaadni. Azért természetesen a francia zászlónak, mint akár egy régi magyar filmet néznék, ahol a magyar zászló a mesztelen csaj és a fehér lónak meg kell jelennie, nem mondom a filmrendező nevét, úgyis tudjátok. És a képsorozatot egy, ha jól látom, akvarellel fogom zárni, amelyik Lézer Pázsnak talán a védőszentjét ábrázolja. Sajnos a paraván miatt nem tudom jobban kiközelíteni. De itt van. Jó magyar mondás tartja, hogy kinek a pap, kinek a papné. A jó magyar mondás az azt is tartja, hogy van, akinek a kertjében kerti törpe van, és azt lássák. Mások viszont nem ritkán első világháborús területen ilyen típusú kerti törpéket is tartatnak ott. Beazonosítás alapján vélekedhetően ez egy első világháborús fel nem robbant kézigránát, és vissza is helyezem a helyére. Újabb nap, újabb élmények. A hátam mögött lévő tárgy azért ne tévesszem meg senkit, még mindig 2018. októberét írja a történelem. Aztán hosszas kutakodásaink során kiderítettük, ez az ominózus tárgy. Ez több, mint valószínű egy első világháborús termék, ugyebár egy ágyú típusa. Nem volt nehéz a következtetés, a fakerék és a fakeréken lévő vas alatt az már nem a II. Világháború gumiabroncsal ellátott kerekeit mintázza, úgyhogy innen az okoskodásunk. Hangos filmek föltalálása után érdekes dolog lenne, ha valaki a szagos filmet is föltalálná. Október, illetve már most a novemberi esőben több napja ázunk. Ázik a trabant, ázik a kutya, ázik minden. Most képzeljétek el ezeket a dolgokat összezárva. A dohosodó trabantot az ázott kutyaszaggal. De mindez semmi. Ha belegondoltak a 1914-től 18-ig tartó időszak 4 esztendejébe. Olyan képeket láttunk itt az első világháborús megemlékezések során, amikor a katonák éppen vagy sebesülten vagy haldokolva, de csúsztak-másztak a sárban. Tavaszi áradások, tavaszi esőzések, a nagy teljesítményű, nagy súlyú gépek által fölaprított föld, az ágyulövedékek, az aknák, a robbanások által felszaggatott altala és mindenbe. Tehát nekünk ez, amit itt az őszi erdő visszaad, az már 100 év múltja is távlata. Itt, hogyha majd körbevezetlek benneteket, nem volt erdőség, abszolút. Minden fák csak csonkokból álltak, maximum méteres törzsekkel. Mindenfelé árkok, futóárkok, robbanások nyomai, kráterek, mint említettem már az aláaknázásos, nagyon nagy erejű robbanásoknak a megmaradt több emelet mély kráterei és a többi. Tehát hihetetlen lehetett az az élet, amit itt, ha megélték egyáltalán a 4 esztendős intervallumot, akik szolgálhattak és védhették a hazájukat. Első világháborús Verdun környéki kutakodásaink során természetesen akkor egy kis magyar vonatkozásra is meg kell fűszerezni, amely ebben a korban ugyebár jellemzően még az osztrák-magyar monarchia és szövetségesei Németország részéről szól. Az első világháborús nyugati fronton való részvételünket úgy foglalnám össze, hogy a háború kezdetekor 14-15-ben egy közös lengyel hadtesttel alkottunk egy regimentet, akiknek az elsődleges feladata a belga erődök elfoglalása volt, majd pedig a háború vége felé az emberhiánnyal küzdő német hadsereget ismét ki kellett egészíteni, ezért többszöri felszólításra az osztrák-magyar monarchia 150 ágyúból álló tüzérséget és egy magyar honvédezetet biztosított a németek rendelkezésére, melynek szálláshelye és bevetési helyszíne elsősorban Strasbourg lett volna. Mivel a háború véget ért, ezért ők már nem kerültek bevetésre.
Mindazonáltal az összesítésben azért kitűnik, hogy ez a nem különösebben nagy erőmozgásnak tűnő csapatok azért veszteséggel bőven rendelkeztek. 779 halottról számolt be a tábla, valamint 2000 sebesültről, 5000 börtönbe került, vagy illetve fogságba került, vagy eltűnt emberről, illetve 10000-en betegedtek meg elsősorban a mérgező gázok miatt. And I called for my mother, and she never came.